köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok. Főbb témáit néhány mondatban. Nem biztonságos a jégre menni. Óvatosságra hívja fel a figyelmet a szakember. Schwabbá tartottak Mözsön, 2 év kihagyás után rendezték meg újra a programot. Farsangi játszóház Szekszárdon, a gyerekeknek kedveztek a helyi Babics Mihály Kulturális Központ munkatársai. Elégették a kiszabávot, ad talán közösségépítő célra szervezték meg a téliző rendezvényt. Ahogy beköszöntöttek a mínuszok, Tolna vármegyében is sokan gondolták úgy, hogy korcsolyát húznak. A szakember azonban azt mondja, egyelőre nem ajánlott a befagyott élővizeken csúszni, sőt életveszélyes is lehet. A hétvégén a tolnai Dunaholtágon is voltak, akik jégre léptek, sőt többen egy hosszabb túrára indultak a befagyott vízen. Rendkívül ritkán már lehet sajnos rámenni a jégre, nem is mondom, hogy egyértelműen biztonságos, de mi helyiként ismerjük a vizet, tudjuk, hogy milyen mély, hát azt kockáztatjuk, hogy legfeljebb vizesek leszünk. Ezt pedig bevállaljuk. Évente ez a pár nap, muszáj kihasználni. Túrát, igen, most is túrázni indulunk majd. Nagy valószínűsége egy ilyen 8-10 kilométert valószínűleg el tudunk menni. Bár sokak számára nem tűnik olyan veszélyesnek, a szakember mégis azt mondja, hogy egyelőre nem ajánlott a befagyott élővizeken korcsolyázni, hiszen amíg éjszaka mínuszok vannak, addig napközben plusz fokot mutatnak a hőmérők, ami egyáltalán nem kedvező. Általánosságban 10-12 cm az a vastagság, ami már biztonságosnak számít. A jég jól hallható recsegése, ropogása biztos előjele annak, hogy bármelyik pillanatban beszakadhat. Nem tudják elképzelni, hogy milyen iszonyatos hideg az az 1-2 fokos víz, ami adott pillanatban azonnal ugye érintkezésbe lép a testükkel. Ez mindenkinél egy hihetetlen nagy izomgörcsöt okoz, szinte teljesen elgyengülnek az izmok, szinte képtelen arra, hogy valós fizikai teljesítményt fejtsen ki, és ugye az idő előre haladtával ez egyre jobban gyengül, még az amúgy is gyenge teljesítmény, ami szinte lehetetlenné teszi azt, hogy valójában érdemben kijöjjön. A kutató búvár mindenkit lebeszélne arról, hogy a szabad vizen korcsolyázzon. Hozzátette, hogy jelenleg a jég vastagsága sehol nem alkalmas arra, hogy azon biztonságosan csúszunk. Hálózattisztítást végeznek jövő héten Tamásiban az ivóvízvezetékekben. Ezért a város több részén zavarosodás, nyomás csökkenés várható. Figyelmeztetnek a polgármesteri hivatal munkatársai. A változásokra hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között érdemes készülni. A kormány addig fog küzdeni, amíg az infláció egy számjegyűre nem csökken, közölte Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. A szakpolitikus arról beszélt a Facebookra feltöltött videóban, hogy az infláció az év első hónapjában 25% fölé szökött, ugyanakkor várhatóan itt tetőzik majd. Hozzátette, a januári adatot még fűtötte az üzemanyagárstop kivezetése, biztató azonban, hogy az élelmiszerek inflációjánál fordulatot látunk, az csökkenő pályára állt. A kormány gazdaságpolitikai lépései be fognak érni, a globális kínálati sok enyhül. Így a következő hónapokban meg fog indulni az infláció mértékének csökkenése. Minél gyorsabban sikerül az inflációt leszorítani, annál nagyobb lehet idén a reálbéremelkedés. Hangsúlyozzuk, a kormány addig fog küzdeni, amíg az infláció egy számjegyűre nem csökken. 2 év kihagyás után rendezte meg újra hagyományos évindító svábbálját Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzata. A nagy népszerűségnek örvendő eseményre a környező településekről is ellátogattak. A Mórágyi Néptánc Együttes is fellépett Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzatának svábbáján. A csoport nagy örömmel fogadta el a meghívást, hiszen főbb céljai között szerepel a tradíciók megismertetése és átadása. A táncsoportnak az hagyományozó táncsok, tehát német hagyományokat ápolja, és a német táncok bemutatása az, ami még ma is még él, ma is még működik.
És ezt a kultúrát, hogy ugye ne menjen feledőbe, azért csak fenntartjuk, illetve bemutatjuk más településeken, lássák, ismerjék meg őket, és akinek kedve van, az akár elkezdheti, jöhet hozzánk, és együtt táncolhatunk. A programot egy hosszabb kihagyás után tudta újra megrendezni a Nemzetiségi Önkormányzat. Az elnök elmondta, hogy egyébként hagyományosan a svábbállal szokták megnyitni az évet, ezúttal sem történt másként. Ez már nagyon régóta hagyomány. Hát, mint az önkormányzatnak is a célja, maradjanak fönn a hagyományaink, hogy a táncokat táncolhassuk, ne csak a színpadon láthassuk, hanem akinek kedve van és táncos lábú, az táncoljon, legyen egy olyan este, amikor együtt vagyunk. Ami öröm számunkra, hogy nem csak Tolnáról jönnek a bálba, hanem Babarcról, Mázáról és a környékről is. Úgyhogy messzire ment most már a bálnak a híre. A rendezvényen természetesen a helyi egyesületek is megmutatták magukat. A Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör és a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara színesítette az eseményt. Kiemelt rendőrségi ellenőrzések kezdődtek el hétfőn Tolna vármegyében, amik egy egész héten át tartanak. Az egyenruhások elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát vizsgálják. A balesetek jelentős része ugyanis azért következik be, mert a közlekedők nem vagy nem megfelelően használják ezeket az eszközöket. Megszűnik az oltási igazolvány. A jelenlegi járványhelyzet ugyanis nem indokolja sem itthon, sem külföldön a védettség igazolását. Korlátozások sincsenek, ezért a kormány megszünteti a koronavírus elleni védettséget igazoló okmányt. Olvasható a kormány.hu-n megjelent jogszabálytervezet indoklásában. Akinek van védettség igazolványa, az megtarthatja, és annak QR kódjáról elérhető marad az uniós digitális COVID igazolvány is, és nincs változása a különböző applikációkban sem. Farsangi programokkal várták a gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket a múlt hét utolsó napján a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Az intézményben ennek a téli programnak már hagyománya van. Gyerekzenétől és a kicsik nevetésétől volt hangos vasárnap délelőtt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény falai között ugyanis farsangi játszóházat tartottak. A gyerekek közül többen jelmezt is húztak, de a kézműves standoknál is sok mindent kipróbálhattak. Például filcből kivágott formákból varhattak farsangi fánkot. A Vosinszki Mór megyei múzeumból jöttünk, és ott van egy ilyen kézműves varrós foglalkozás, varródoboz a neve. Ez havonta szokott lenni, mindig az adott hónap kapcsolódóan, tehát egy adott hónapban, hogyha van egy ünnep, akkor ahhoz kapcsolódóan. Amíg a gyerekek kézműveskedtek, addig a színpadon zenei és táncos előadások váltották egymást. A délelőtti esemény szervezői igyekeztek olyan programokat szervezni, amik hosszú órákon át lekötötték a vendégeik figyelmét. Ha körülnéz az ember, akkor látja, hogy van itt aztán mindenféle földi jó. Tehát van melegteja, kóstoltatunk fánkot, van óriás memóriajáték, van arcfestés, kézműves foglalkozás, lehet kreatívkodni, van ilyen kis minibaba játszónk, fotófalunk, nagyon menő mesehősökkel és ismert rajzfilm karakterekkel. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ vasárnapi programján több százan fordultak meg. Szerdán csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára 3 forinttal, a benziné viszont nem változik. Ha a kutak érvényesítik a változást, úgy előbbi üzemanyag literenként átlagosan 635 forint lehet, míg utóbbi 617 marad. 2022-ben egyébként a sima 95-ös benzin forgalma 37%-kal nőtt, azaz 465 ezer literrel több fogyott belőle. A 95-ös fogyasztása meghaladta a 1,5 milliárd litert. Emellett tavaly a normál gázolaj eladása több mint 2,9 milliárd litert tett ki, ami 693 ezerrel több, mint 2021-ben. A magyar családtámogatások biztos alapot jelentenek a házassághoz és a gyermekvállaláshoz. A kormány pedig minden segítséget megad a családalapítás előtt álló fiataloknak.
írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn a Facebook oldalán, annak alkalmából, hogy elkezdődött a házasság hete. Hornung Ágnes emlékeztetett, hogy az első házasok 2 évig adókedvezményt vehetnek igénybe, a gyermek születése után pedig családi adókedvezmény, sőt a 30 éves kor alatti anyák esetében ezen felüli már személyi jövedelemadó mentesség illeti meg őket, valamint élhetnek egyebek mellett a babaváró támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény lehetőségeivel. Európai szinten Magyarországon nőtt egyébként a legnagyobb mértékben a házasságkötések száma. Míg 2010-ben alig 36 ezer pár kötött házasságot, 2022-ben ez már elérte a 64 ezeret, ami több mint 80%-os emelkedés. Attalán a régi hagyomány szerint mágiát gyújtottak a Kiszebá Balatta, a település legkisebbjei pedig éneküket is bevetették a tél előzésekor. Ezúttal a szimbolikus építmény elégetése után a község művelődési házában folytatódott a közösségépítő rendezvény. Talán ezzel a lelkes kiáltással invitálták a település legkisebbjei a helyieket, hogy vegyenek részt a télüző rendezvényen. Az óvoda előtt gyülekeztek mindazok, akik szerették volna kivenni részüket a régre visszanyúló hagyományból, amelynek a településen újra van már múltja. Itt Attalában én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól lehet programokat szervezni, és elég sokan eljönnek minden egyes programunkra. Én azt gondolom, hogy igénylik az emberek azt, hogy egy kis közösségépítés folyamatosan legyen a településen. Én úgy gondolom, hogy minden hónapban megpróbálunk valamilyen programot szervezni. A Kiszebáb égetést hosszú idő után tavaly szervezte újra a település közösségépítő céllal, amelyhez örömmel csatlakoznak a településen élők. Hogy fogjuk előzni a telet, hogy kolompulunk, meg kereplő, meg a kidobol az. Az óvodától a templom megkerülése után a művelődési ház előtti mágia rakáshoz vonult az aljos forgatag, hogy ott a téltől és bajtól megszabadítsanak mindenkit a Kiszebáb elégetésével. Az idősebb generáció a vendégvárásból vette ki a részét az esemény alkalmával. Farsangi fánkot sütünk, már reggel 8 óta itt vagyunk, hála Isten elkészültünk vele, mire jönnek a gyerekek, meg aki ide szeretne jönni, mint szívesen kínáljuk. Teja, főzzük forralt bort. A télüző rendezvényt táncházzal zárták az attalaiak. Regionális híreink következnek. Adománygyűjtés Baranyában a törökországi szíriai földrengés károsultjait támogatják. Életet mentettek a fiatalok, idős szomszédjuk segítségére siettek a balatonboglári fiúk. Üzemcsarnok átadó, több mint 500 milliárdos logisztikai fejlesztés a mohácsi ipari parkban. Megmozdult a föld, megmozdult az egész világ. Rengeteg szervezet segíti a törökországi szíriai földrengés károsultjait. Így a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete is bekapcsolódtak a támogatók sorába. Egyelőre még nem kérnek tárgyi segítséget, jelenleg a pénzadomány az, ami hathatós támogatást képes nyújtani. Stábunkkal a Baranya vármegyei szervezetnél jártunk. Ezek a felvételek is bizonyítják, mennyire tragikus a helyzet a török-szír határ közelében történt földrengés miatt. A hétfőn bekövetkezett természeti katasztrófa azóta már a világsajtót is beállt felvételei és hírei továbbfokozottak. Napról napra nehezebb a helyzet, hiszen azok, akik a romok alá kerültek, egyre kevesebb életben maradási eséllyel rendelkeznek. A világ összefogott, így a magyarok is. Karitatív szervezetek, segítő önkéntesek, áldozatkész munkatársai, többek között a Magyar Vöröskereszt és ezen belül a Baranya vármegyei szervezet is bekapcsolódott a segítségnyújtásba. A Magyar Vöröskereszt az a Nemzetközi Vöröskereszt Társaságnak a tagja, így természetesen mi is értesültünk róla, és a H-Hero egészségügyi csapatunk az, amelyik jelen pillanatban készen létbe áll, és mihelyest a Nemzetközi Vöröskereszt Társaság jelzést ad számunkra, hogy küldenünk kell ezt a csapatot, akkor ők rögtön repülőre ülnek és mennek Törökországba vagy Szíriába. A török Vörösfélhold és a szíriai arab Vörösfélhold szervezetekkel is kapcsolatban áll a Magyar Vöröskereszt, így biztosította gyors információ átvitel és az, hogy a segítségnyújtás
minél gyorsabban történjen. Az, hogy folyamatosan mennek és zajlanak a mentések, azt tudjuk, és azt is tudjuk, hogy 2000 kilométerre ugye nem olyan könnyű innen logisztikába átszállítani bármilyen tárgyi adományt, éppen ezért abban maradt a két fő igazgató, a két nemzeti társaságnak, hogy pénzadományt gyűjt a Magyar Vöröskereszt, és azt utaljuk át a részükre, mert az a legnagyobb segítség, hogyha ott rögtön kapásból meg tudják venni azokat a hőfólia és egyéb szükséges eszközöket, ami a rászorulók részére szükséges és az ellátásukhoz. Jelen pillanatban tárgyi eszközök nem kellenek, mint például higiéniai csomagok, élelmiszer vagy ruhanemű. Kifejezetten pénzadományt vár a Vöröskereszt az alábbi bankszámlaszámra. A közleménybe kérik beírni török szír földrengés. Életet mentett két fiatal Balatonbogláron. A testvérpár idős szomszédjuk segélykiáltására lett figyelmes az esti órákban, és azonnal cselekedtek. A testvérpár éppen vacsorázni készült, amikor egyikük furcsa hangokra lett figyelmes. Kinyitottam az ablakot, és akkor hallottam, hogy a szomszéd néni az segítségért kiabál, és azt mondja, hogy nagyon fázik, és hogy segítsünk neki. És becsuktam az ablakot, és akkor kirohantam a testvéremhez, közöltem vele, hogy mi történik. Kijöttünk ide egy zseblámpával, mert már sötét volt, és megnéztük akkor, hogy biztos minden rendben van-e vele, és akkor láttuk a testvéremmel, hogy a lépcsőtől nem messze fekszik a földön. A fiatalok azonnal cselekedtek, egyikük a segélyhívót tárcsázta, még másikuk azonnal az idős hölgy segítségére sietett. Láttam, hogy a sípcsontja tiszta vér, és hát olyan volt, mintha már nem folyt volna, tehát mintha már kezdett volna beegesedni ugye a hidegben. És hát alig értettem, mert nagyon fázott, tényleg mínusz fokok voltak, visszafutottam a házba, egy pokrócot felkaptam, ami pont kéznél akadt, és kivittem, betakargattam, és mondta, hogy már nagyon fárad, meg hogy hagyd dőljön le, de a mentősök mondták a telefonban, hogy nem szabad, hogy elbóbicskoljon, hogy elaludjon. Ezért a hátam mögé mentem, és a lábommal tartottam a hátát, hogy ne dőljön el. A fiatalok önzetlen segítségükért a mentősöktől is dicséretet és köszönetet kaptak, hiszen ha nem hallják meg és nem segítenek az idős, maga tehetetlen asszonyon, reggelre az éjszakai fagyok miatt teljesen kihűlt volna. Átadták az új 2600 négyzetméter hasznos alapterületi üzemcsarnokot a Mohácsi Ipari Parkban. A több mint fél milliárd forintos beruházás célja egyrészt az ingatlan hasznosítása, másrészt, hogy kielégítsék a vállalkozások részéről jelentkező keresletet. A fejlesztés eredményeként új munkahelyek létesülnek a városban, élénkül a helyi gazdaság, javul a foglalkoztatottság. A terület és településfejlesztési operatív programban finanszírozott több mint fél milliárd forintos beruházás eredményeként modern, darúzható, 2600 négyzetméter hasznos alapterületű üzemcsarnok létesült az Ipari Parkban, Mohácson. Hargitai János kormánybiztos, a terület országgyűlési képviselője az ünnepélyes átadón hangsúlyozta, ez egy ideális térség ahhoz, hogy logisztikai fejlesztés valósuljon itt meg. Itt a hármas határ térségében, a magyar és a szerb és a horvát határ térségében, egy autópálya kereszteződésben. Ez az utóbbi állításon még nem teljes, az autópálya gőzerővel épül délfelé, és folytatódnak a Dunahídnak az előkészületei, tehát én már azért látom azt az időszakot, amikor itt hidat fogunk építeni a közelben is, ezzel Pécs-Szeged összeköttetésének lehetőségét is megteremtjük autópályán keresztül. A beruházás célja az ingatlan hasznosítás mellett az, hogy kielégítsék a vállalkozások részéről jelentkező keresletet. A fejlesztés eredményeként új munkahelyek létesülnek a városban, élénkül a helyi gazdaság, javul a foglalkoztatottság. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Nem biztonságos a jégre menni, óvatosságra hívja fel a figyelmet a szakember. Svábbá tartottak Mözsön, két év kihagyás után rendezték meg újra a programot. Farsangi játszóház Szekszárdon a gyerekeknek kedveztek a helyi Babics Mihály Kulturális Központ munkatársai. Elégették a kiszabávot, ad talán közösségépítő célra szervezték meg a téliző rendezvényt. Kedden egy gyenge hidegfront hatására kissé megélénkül a szél, és tovább melegszik a levegő. Már jellemzően plusz 10 fok fölé is emelkedik a maximum hőmérséklet. Éjszaka eseménymentes időjárás várható.
Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!